Ilyen most és ilyen lesz a Demecseri Tündérkert óvoda épülete. A 4200 lakosú városban közel 120 gyerek jár óvodába, de a körülmények korán sem tökéletesek. Bölcsőde nagyon régen nem működik a településen, pedig több mint 20 férőhelyre azonnal lenne igény. Ezek a gondok azonban rövidesen megoldódnak, mivel 250 millió forintos állami támogatásból március közepére elkészül az új épület. A beruházás alapkövét pénteken tették le. 30 évet vártunk erre a felújításra, 26 éve nincs Demecsérbe bölcsőde. Ez a óvoda felújítás egyben bölcsőde felújítás is lesz, meg egy új épületet kap. 5 csoportszobás óvoda lesz, és 1 csoport bölcsőde. Egy másik beruházás már befejeződött a városban. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával egy több funkciós labdarúgásra, kosárlabdára és kézilabdára alkalmas 20x40 méteres rekordtámpálya épült meg az iskola mellett. Látjuk, hogy ahhoz, hogy megfelelő egészséges fiataink legyenek, ahhoz megfelelő helyszínt kell biztosítani a sportoláshoz. Ilyen rekordtámpálya. Ez az, látni lehet az itt mozgó gyerekeknek a örömét, akik itt mozognak, azok majd talán prevencióra sokkal kevesebbet fognak elkölteni, és sokkal egészségesebben fognak élni. Az önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív programból nyert nettó 41 millió forintból felújította 1000 adagos konyháját. Az építési munkálatok és légtechnikai rendszer korszerűsítése mellett új eszközöket is vásároltak.